nagyon büszke vagyok a technológiáinkra, ezzel együtt szerintem egy startup életében az a legfontosabb, hogy el tud adni. Uh -huh. Szerintem az fontosabb, mint hogy sokkal jobb, ha van egy fizető ügyfeled, és összeszerencsétlenkedsz valamit, aztán most nem akarom kivonni, hogy fékjét még itt, mert az egyel tovább megy, mint az, amit én akarok mondani, de hogy de hogyha tudod, hogy valahogy meg tudod csinálni, akkor azért inkább add el, mint hogy reszelgesd a halált csillagodat, aztán kiderül, hogy a rossz naprendszerbe építetted valami ilyesmi. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Az Oxo Café Break új nyári külön kiadásából jelentkezem. Csetri Jorsója vagyok, és speciális helyszínünk Kapolcson van, ahogy azt már megszokhattátok minden nyáron. A Művészetek Völgye Fesztivál ugyan csak pénteken fog kezdődni, viszont mi ezt megelőzően az Oxo csapatával egy InnoCamp nevű rendezvényre lejövünk ide, mínusz második és mínusz első napon, hogy átéljük azt, a mentorok és a jelentkező diákok és vállalkozók segítségével, ami egyébként ebben a szakmában az egyik legizgalmasabb. Ki hogy lesz vállalkozó? Ezt követően majd az első helyzetet uh -huh. is, aki megnyeri a versenyt, bemutatjuk nektek. De most Üdvözöljük stúdióban egyik kedves mentorunkat, Szabó András. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia. Örülök, hogy itt lehetek veletek. Köszönöm. András, szerintem kezdjük azzal, hogy ha már egy ilyen sikeres exit áll mögötted, akkor miből is exitáltál, mi az az áldata, és hogyan építettétek fel ezt a vállalkozást? Mert azért a maga nemében, ez egy erős versenyben tört a csúcsra ez a vállalkozás. Nem egyedülálló, nem első volt, Cserébe, hogy lettetek legjobbak a piacon? Hát köszönöm a feltételezést, hogy mi vagyunk a legjobbak, természetesen én is így érzem. <laughs> És a, a, hát egy hosszú történetről van szó, mert majdnem 20 éve létezik már ez a vállalat. Alapvetően teljesen természetesen úgy indult, mint ahogy szerintem a legjobb vállalkozásokat is úgy indítják el, hogy valahogy nem... Nem így rákészülnek, hogy én most vállalkozó leszek, hanem valahogy ez így megtörténik, gondolom. Hát velünk úgy történt, hogy édesapám egy magyar cégnél hasonló, elég úttörő témákban, a GPS műholdas járműkövetésben már akkor a kormányőrségnek a járműveibe szerelte ezeket, mint védelmi eszközöket, akik még a Horgyulát, meg az egyéb minisztereket abból az időkből vitték és tényleg egy világszínvonalú termékről volt szó. A saját fejlesztés volt? Ez a Igen, saját fejlesztés volt, ami nekem így gyerekként mondhatom, még gimis voltam. Nekem döbbenetes volt, hogy igazából poénból megcsináltam a honlapjukat, meg egy-két helyre beregisztráltam, hogy akkor még a Google is felszállóákban volt, tehát még az Alta Vizsla, meg egyéb dolgokkal próbálkoztak az emberek, és gyakorlatilag én hoztam be a megkereséseiknek a döntő részét. Ó, oh, a, a korát megelőző marketing, online marketing tevékenységet is. Igen. Jel. Hát egyébként csodálkoznék, ha valaki hamarabb adott volna föl Google hirdetés, mint én, mert még a mai napig előttem van, hogy 0 óra 01-kor az egyik éjszaka a kis Nokia telefonomra jött az sms hogy a Google megnyitotta a beta programját Magyarországon, és 0 óra 05-kor már fönn volt az a hirdetése, és akik konkurenciák nem voltak benne a beta programban, szegények évekig nézhették, ahogy egyedül az áldata a két forint per kattintásért hirdet a Google-on. Tehát azért ez is hozzájárult a sikerünkhöz, de hát szemesnek áll a világ. Úgyhogy szerintem teljesen fel volt. Uh, itt egyébként két dolgot említettél, ami nekem nagyon megragadta a figyelmet. Az egyik az, hogy, hogy felmerült egy új eszköz, akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz ebből a Google-ből és és gyorsan kipróbáltad. Ez szerinted alapvető fontossága, fontosságú tulajdonsága egy vállalkozónak, hogy ami jön szembe, azt kipróbálja, és majd lesz valami, és majd nem? Hát sok, vagy... sokfajta, sokfajta érvényesülési stratégia van. Ugye bizonyos esetekben ugye meg tudod oldani, hogy csak te férjél hozzá bizonyos piacokhoz, de hát ugye a fennmaradó versenyben résztvevő vállalkozóknak mindenképp jó, hogyha valamilyen lehetőségre elsőként találnak rá, vagy legalább az elsők között, mert azért most már inkább 500 meg 1000 forint egy kattintás. És akkor még és akkor még nem vásárlóról van szó, hanem csak valaki rátkattintott az e, viszont, viszont ez az is kell, hogy nagyon sok a válasz azokban az eszközökben is, akár amiket használsz a vállalkozásod építésében, hogy tudsz mesélni nekünk arról is, amikor mondjuk esetleg olyat, olyan útra tévedtél a vállalkozáson, ami nem volt hatékony, ami nem volt hasznos, és aztán utána a kuka és egy következő, mert szerintem azért ez is izgalmas, mert megtörténik mindannyiunkkal. Hát nem is tudom, melyikkel kezdjem. Természetesen így a, szerintem sokkal, szerintem akiknek sok sikeres dolguk van, azoknak biztos sok több sikertelen dolguk is van. Mm -hmm. És igazából szerintem sokkal fontosabb az, hogy, hogy ezeket ne internalizálja az ember, és ne kezdjen el azzal foglalkozni, hogy most valami nekem nem sikerült, hanem egy válvonásra ezt el tudja intézni, és menjen tovább. Most nyilván azért résznél kell lenni, tehát hogyha valami új dologba belefog az ember, akkor nem feltétlenül az első lapra fogja kirakni a jollin, hanem próbál ésszerűen viselkedni, és uh, nyilván uh, bizonyos iparágakban ez versenyhátrányt jelenthet, meg egyébként nekünk is azért érdekes volt, mert mi nagyon későn jöttünk a piacra más cégeknek, már milliárdos nagyságrendű árbevétele volt, amikor megalapítottuk ezt a céget ugyanebben a területben. miért alapítottátok meg, ha már tudtátok, hogy telítve volna? Hát a nagymamám is minden hétvégén megkérdezte a vasárnapi ebédnél, csak hát mondtam, hogy fiam, Nagyi, azokat a számlákat nem mi állítjuk ki. Tehát így ez volt a... a fő... Láttál a... egy olyan piacot, amire azt gondoltad, hogy hogy beférsz még? Tehát miből gondoltad, hogy beférsz? Hát, hogy még a, a két egy Az egyik ilyen rossz húzásunk az az volt, hogy kifejleszthetünk egy GPS-es nyomkövető rendszert az egyik barátommal, Balázs az egyetemen apa segített benne, hogy a, annak a cégnek, a lépen dolgozott, hogy egy még jobb nyomkövető rendszere legyen, de hát elfelejtettük megkérdezni a tulajdonos, hogy ő akar-e így ilyet. <laughs> Mi számunkra ez teljesen triviális volt, mivel az előző azért már eljárt fölte az idő, meg nem tudott interneten, ezeket a kis kettőgés internetes egységeket nem tudta kezelni, meg egy csomó nem tudott. És aztán hát igazából egy nagyon rossz ajánlatot kaptunk, és akkor félre is raktuk egy kicsit, és hát az időzítés, az, hogy mindenkinek kell egy kis szerencse, ugye, hogy akkor, nem tudom, szerencse, de mindesetre akkor ez a cég tönkre ment. Sajnos azért ugye, az előző rendszerben összeszedett, ahogy is mondjam, érvényesülési stratégiák egy jelentős része már nem működött itt a, az új rezsim alatt, és hát végül is nem sikerült talpon maradni ennek a vállalatnak. Ez nagyon tanulságos volt egyébként ott a, a cégnél csináltam kutatást, amiből a BM, én a gazdaságtudományi karon csináltam tudományos diáköri dolgozatot, mikroökonomiai elemzés, meg gazdasági modellek, meg stb., amik egyébként megalapozták a cégünkbe való hitet egyébként, hogy érdemes nekünk elindítani, és és ez egy nagyon érdekes dolgozat volt, a, a konzulens tanárnőmmel azóta is jó viszonyt ápolunk, már nagyon jó volt, és, és igazából ez a tulajdonos nem hitt ezekben a, a, az irányokban. Veszélyre? Igen, hát nem tudom, de hát nem tudom, nem hibáztatom, mert tényleg egy más világban őt föl. Tehát ő még azt nem adta fel. És, és ti, amikor, amikor azt mondtad, hogy megvan már a termék, és nem kellett, akkor mikor került le ez a polcról újra, hogy mégiscsak még megcsinálod te, vagy megcsináljátok ti? Hát amikor kiderült, hogy tönkre van menve, vagy éppen megy tönkre az a cég, akkor természetesen kiugrottunk, és megalapítottuk a saját hasonló vállalatunkat, és igazából nem vittünk el egy ügyfelet sem, tehát teljesen új kell dolgoztunk, ha valaki nagyon könyörgött, akkor átvettük, miután tönkre ment, meg, meg ilyesmi, tehát természetesen ezek voltak. De ami, ami, nekem nagyon érdekes volt, hogy, hogy az elején még nem tudtunk elindulni ezzel az új rendszerrel, mert ugye amikor megkaptuk a rossz ajánlatot, akkor félretettük, és egy ilyen gyorsan összeták volt egy régi, teljesen alavult rendszerrel indultunk el, és döbbenetes módon édesapám annyira jó értékesítési Uh, hogy is mondjam, szakembernek bizonyult, hogy még ebből is el tudott adni egy 200 egységnyit abban az évben. Az az év abban az időben nagy dolog volt. Uh -huh. És uh, hát aztán két évvel később már ezer autót hoztunk be egy év alatt, aztán így szépen mentünk fölfelé. <coughs> De hogyha ilyen gyors növekedés van, mert azért ez egy gyors növekedés, a 200 mm. év, az ezer, a satöbbi, ehhez azért mondjuk egy szervezetet is kell építeni. Uh, mivel tudjuk a történet végét, lehet volt, és sikeres egzitelt, de kiszálltál. Uh, hogy nézett ki ez az út, amikor melyik szakaszát szeretted a legjobban? Azt, amikor kitaláltátok az ötletet, amikor csak hárman voltatok, amikor elkezdhettél építkezni és céget építeni. Uh, ez nálad hogy nézett ki? Mert nagyon sokan csak a korai szakasz szeretik, nagyon sokan meg akkor később, amikor már többen vannak. Tehát, hogy melyik, melyik volt az, ami... Hát most elkezd. teljesen őszinte válasznál itt ezt a cégépítés dolgot, eznek legalábbis ambivalens a viszonyom ez a témához. Miért? Én egy ilyen termék embernek gondolom magam. Tehát engem csak az vitt előre, és azt tudott valahogy bevinni a munkahelyemre ezekbe a nehéz időkben, amikor nem tudtam, hogy birkozzak meg ezekkel a problémákkal, hogy mindig voltak a sztorik, hogy a melyik ügyfél hogy volt elragadtatva a termékünktől, megmentettünk a tönkremenéstől, most végre megint tud profitot csinálni, végre megint igazságos tud lenni az embereivel. Tehát, hogy ezek nagyon sok minden ilyen kimutatást csináltunk, és tehát ezek a sztorik, hogy is mondjam, megakadályozták azt, hogy én bedobjam a törölközőt. Mm. De hogy ezt a cégépítés dolgot, ezt valahogy nagyon sokáig úgy éltem meg, sok-sok éven át, hogy, hogy nekem nagyon furcsa volt, hogy fölveszünk egy embert, és nem olyan motivált, mint mi. Meg, meg nagyon jó a tulajdonosikör, ez a csapat, akivel megalapítottuk, édesapám, a Balázs, meg, a, meg, az Attila, aki a szerelésekért volt felelős, ami szintén egy nagyon fontos témakör. Balázs meg egy, egy szoftverbe, egy zseni, a fickó, meg, meg tényleg nagyon jól összekapoltunk. Volt egy tulajdonos társunk, aki egyébként nem annyira hogy is mondjam, ugyanazt a hitvilágot élte, mint mi, és aztán szerencsére sikerült így megegyezni még ott valamikor a közepén. De, Neked a cégépítés az nem áll közel hozzá. Hát Neked az, én, én nem, én nem, nem az ötlet? Nem az ötlet, nem az, hogy az ügyfél úgy érzi, hogy ő valami igazán jó üzletet kötött. Ez egy nagyon fontos <laughs> pont, ami szerintem Desmond. egyébként itt ebben a térségünkben, ebben a kicsit, ez a közép európai régió, egy valószínűleg egy történelmi örökség is, Kevés, kev, kevéssé van ez... De kevéssé vert gyökeret ez a mentalitás, és ez tanulhatna. És, és, a cég fejlődésének az ívében is tetten érhető egyébként az, hogy szerintem ez mennyire bejött. Mert most is arra gondolok, hogy, az, hogy mennyi volt az ügyfelek, most is felállsz hogy a kezemben. Nem De az konkrét példát nekünk, mert én egyébként alapvetően azt gondolom, hogy ha a vállalkozni vágyó vagy vállalkozni tudó emberek ezzel a mindsettel mennek ki, akkor már is sokkal sikeresebbek, és ez nekünk nincs benne a nevelésünkben, a kultúránkban, olyan mélyen, mint mondjuk... Pedig egyébként az, logikus. Amerikai kultúrában, vagy akár... Igen, igen. Daglás. Pedig egyébként logikus, mert tehát a cégünkben is volt három szaka, én úgy éltem meg, volt az első, ez a startup fázis, amikor ott a tulajdonosokat ültünk, és reszelgettük a rendszert, egymással beszélgettünk, minden héten volt egy nap, úgy hívtuk, hogy az Ájdat a nap, amikor volt egy ilyen megbeszélés, hogy akkor ki mivel haladt, meg miket csináltunk, meg melyik ügyfél éppen mit szeretne. Meg ugye a édesapám, aki az értékesítő volt, mi a Balázsra püföltük a billentyűzetet, kódoltunk, közvetlen hozzáférése volt. És voltak ilyen jó sztorik, hogy felhívott az egyetemen, ültem, és kim volt egy ügyfélnél, és akkor 45 perc múlva visszahívtam, hogy kész van a funkció, kim van a szerveren, kérdezem hogy akkor akkor aláírja a szerződést, és akkor azt mondta a fickó, hogy hát ez döbbenet, akkor aláírom. Tehát voltak egy -e jó sztorik, ugye a startup fázisba. Hát később, amikor az egész UDIZ rendszer ezen a rendszeren zötyög, és ugye nem szabad hibázni, akkor az ember már nem csinál ilyeneket. De nagyon érezhető, hogy ezeknek mennyire fontos része volt az elején ez a fajta kultúra, hogy, hogy mennyire összeszokott csapatként tudtunk dolgozni, és hoztuk az eredményeket. Ugye itt nem volt nagyon szervezett fejlesztés. Volt azért ügyfélszolgálatunk egy idő után, meg ilyesmi, de azt mondom, hogy akkor a munkám nagy része még inkább kódolás volt, meg a, az ügyfeleknek a problémáinak a megértése, és akkor azt a Balázsral mindig átbeszéltük. Ő mindig valami halálcsillagot akart építeni rá, én mindig kisverebet akartam, és akkor valahogy, Ez egy nagyon gyakori... megegyeztünk akkor egy konfliktus alapító között, hogy megvan az, aki a halálcsillagot akar építeni, és tengernyi mérnök szeretne látni, problémája, és van az általában a ugrifüles CEO, aki meg bakugrásban szeretne előre haladni, hogy minél gyorsabban odaérjen. Igen, igen azért velem is előfordult, hogy tetszett, végül megtetszett a Balázs halálcsillagja, meg hát az egy nagyon jó dolog volt, -e, hogy mi együtt tisztelettel tudtunk, és egy valós érdeklődéssel tudtunk erről vitatkozni. Uh -huh. És a balázs is beadta a derekát, aztán persze van, amikor azért is előállt egy halálcsillag, csak hát akkor a tehetség volt, hogy igazából simán összedobta két hét alatt, ami más tagásoknak két évig tartott volna adott esetben. Szerinted ez közt játszott a sikeretekben, hogy mondjuk volt egy ennyire kiváló és hatékony persze. termékfejlesztő? Persze. Hát, és azt gondolod egyébként, hogy ez minden sikeres vállalkozásnál fontos, hogy az elején legyen egy, egy akár, a, ahogy mondtad, zseni a csapatban, vagy meg lehet csinálni a nélkül is? Hát szerintem most mindazon által, hogy én arra vagyok a legbüszkébb benni a cégnél, hogy mennyire jól össze tudtuk hangolni az ügyfél igényeket, meg az ügyfélnek a, az élményét, azzal, hogy a cégben dolgozóknak is ez az élménye, hogy ők ezt átadják az ügyfélnek, azzal, hogy ez technológiailag hogyan áll össze, szerintem ez nagyon jól sikerült. A, nagyon büszke vagyok a technológiákra, ezzel együtt szerintem egy startup életében az a legfontosabb, hogy el tud adni. Uh -huh. Szerintem az fontosabb, mint hogy sokkal jobb, ha van egy fizető ügyfeled, és összeszerencsétlenkedsz valamit, aztán most nem akarom ki hogy itt, mert az egyel tovább megy, mint az, amit én akarok mondani, de, hogy, de hogyha tudod, hogy valahogy meg tudod csinálni, akkor azért inkább add el. Mint hogy reszelgesd a valácsillagodat, aztán kiderül, hogy a rossz naprendszerbe építetted, vagy valami ilyesmi. És ezért inkább én azt mondanám, hogy akkor vágnék bele ezt általában, vagy mondanék fel a munkahelyemen, hogyha azért látom, hogy hogy lesz ebből pénz. Uh -huh. És ugye nekünk azért volt jó, mert az apa az előző munkahelyén, ahol dolgozott, és aki tönkrement, emi nekünk volt egy elméletünk arra, hogy ugyanezt, amit ők ott tönkremenősen csináltak, és nem hagyták feltétlenül apát kibontakozni ott abban a környezetben, azt mi hogy fogjuk máshogy csinálni, és majd milyen jó lesz. Nem volt az annyira szofisztikált, mint lehetett volna, de minden esetre az érzés megvolt, és utól. A negatív nem volt a gyakorlatilag. <laughs> Igen. Na és egyébként visszatérve az előző sztorihoz, hogy utána volt egy ilyen rész, amikor már nagyon ideig voltam az egész menedzsment témával. Ugye a szoftverfejlesztéshez képest azért ez egy nem annyira mély része az ember életének, tehát itt sokkal mundánabb, egyszerű problémákkal kell megküzdeni a napok során. Azért most már kicsit színesebben látom, most már sokkal jobban megy, és most már úgy még sokszor élvezem is, hogy, hogy most már látom előre, hogy a melyik stratégia hova fog vezetni, így ez egy kicsit élvezetesebb, mint csak ott megoldani valami hétköznapi problémát. Azt látod úgy is, hogy amikor nem te vagy benne abban az adott kérdésben, hanem mondjuk akár mentorként is látod, hogy hát ha meg valaki bemutatja a problémát, most, most három kolléga átvette a helyemet ott a cégnél. Hát, Te Igen, most egy executive team vette át. Jó, azért megtartották a saját feladatokat is, úgyhogy azért uh, szerintem így, uh, így is kihívás uh -huh. uh, minden szempontból. Uh, viszont uh, amit akartam mondani, az az, hogy utána a felvettem managementet, meg utána egy másikat. Tulajdonképpen most mondhatjuk így, és nagyon érdekes volt nézni, hogy ők más cégektől hozott tapasztalataikat hogyan próbálják itt érvényesíteni a cégnél, és akkor jöttem rá egy csomó mindenre, hogy ez a cég mitől sokkal jobb, és kül miben különbözik a jó irányba más vállalatotól, amikor láttam, hogy, hogy, miért akarják máshogy csinálni, és azt szerintem szörnyű lesz. Na, akkor erre egy kis kulisztikát <hums> árulja. Hmm, hát ugye például az egyik az, hogy volt ez a vizsla technológiánk, és hát van, ami szerintem az egyik legcsodálatosabb dolog ennek a cégnek az életében, amivel a történt, ez a balázs egyik sutyomhalálcsilla be, amit így volt egy egyszerű feladat, és akkor már annyi egyszerű feladata volt, 14 együtt, hogy kitaláltuk az a, egyik iroda festésnél, ami mi festettük az irodánkat. Hogy, hogy, hogy akkor ő most csinál egy ilyen vizuál bézikhez hasonló dolgot, mint ami az Excelben van, ami nyomkövető rendszerünkbe, és akkor ez az összes igényt, amit a, jött a biznisz felől, azt azzal visszapattintjuk nekik, hogy ezt ott írjatok be rá valami kis és akkor kész. És egyébként ez egy sokkal nagyobb húzás volt, mint aminek tűnik, mert bár nagyon drága a technológia, mert fejlesztenek egy saját programnyelvet, gyakorlatilag a gyomköltőrendszer, egy fejlesztőrendszer, az egész céges kultúrát át kellett szabni arra, hogy, hogy amikor a, tudnék a mondani, hogy a horvát értékesítőnk, amikor ment ki az ügyfelekhez, nem kérdezte meg, hogy mit szeretne, pedig volt ilyen eszközünk. És a végén már néztem a naptárját, és úgy hívtam föl, hogy, hogy szia, látom, most mész be az ügyfélhez, akkor most ugye négyszer megesküdtél már, de most ötödjére tényleg megkérdezett, hogy mit fog kérni, ugye? Na ja, jó, oké, okay. a CEO örült, de hát muszáj, és akkor megkérdezte. Én persze otthon elintéztem a szervezetbe, hogy nagyon gyorsan ki legyen szolgálva, nagy sikerrel, stb. Elkezdett ő is hinni benne, és akkor az egész motor, tényleg el tudtunk vinni ügyfeleket más cégektől azzal, hogy megkérdezzük, hogy mit szeretne, és annak egy részét meg tudtuk csinálni. Ö, hatalmas üzleti értékek. Uh -huh. És persze ezeknek néhány óra munkák voltak, de az abban a rendszerben, hogy benne van, az egy iszonyatos költség, ezért nyilván egyik versenytársunk sem fog most már nekiállni ezt. Lekopintani, mert nem racionális, egy igen. Egy drága dolgot, ami akkor sem tűnt racionálisnak, de megpusztítottak ezt a döntést, egyébként ez egy nagyon érdekes trükk. Igen. Uh, de úgy, de ami, nagyon ami nagyon érdekes minden... volt, hogy már valahogy kialakult egy olyan céges kultúra, ami ezt az egész folyamatot véghez tudta vinni, úgyhogy az ügyfél megkapta ezt az értéket, és az új menedzsment például ezt el akarta törölni, mert éppen tele volt hibával, és korábbi pár rossz döntésnek köszönhetően, rossz priorizálásnak köszönhetően ezzel nem lettek kijavítva. Uh -huh. Az értékesítők elkezdtek nem értékesíteni ezt, mert ami ez belekerül, az biztos rosszul fog működni, és végül nem lesz üzlet. Őket is megértem. És igazából ezt át kellett volna látni, és akkor ehelyett igazából inkább le akarták építeni ezt a nagy költségcentert, uh -huh. és akkor a 20 leggyakrabban használt funkciót akkor majd megprogramozzuk, be. ott volt már 600 ügyfél, aki használta, vagy 400, nem is tudom, rengeteg. És ezekre nem voltak válaszok, hogy akkor azok, ami lesz. Szóval azért voltak egy izgalmas pillanatok, és akkor nekem is meg kellett hozni a döntést, hogy ez így nem megy tovább, és akkor inkább visszavettem a cégvezetését, most egy finoman fogalmazva. Oh. És, és úgy, hogy közben egy kicsit ez az impostor szindrómám, ami korábban volt, hogy én csak egy IT-s fejlesztő srác vagyok. Ez úgy nagyjából elpárolgott, ahogy Hát ahogy az a hibákat, hogy más is milyen hibákat követ, vagy milyen irányokat... Nem tudom, nem akarom őket se annyira bántani, mert azért nem volt ez akkor egy ilyen teljesen egyértelműen jó uh -huh. zárás, vagy is tudom. Tehát nehogy hogy valaki azt gondolja, hogy ők most itt valami hibát követtek el, de az biztos, hogy az ájdata nem lett volna egy a lényegesen különböző vállalat a többitől, és akkor pedig, hogy tartunk egy bizonyos árszintet úgy, hogy közben az ügyfél meg azt érzi, hogy ő egy hatalmas értéket kapott. Tehát az, én ezt nem értettem, hogy ez hogy marad meg a végén. És akkor vetted vissza a cégvezetését, Igen. És akkor ugorjunk egy kicsit oda, amikor újra leadtad, de most már eladtad. Meghoztál egy döntést, Igen. Hogy, hogy csinálsz egy exitet. és amikor eladtad a céget, milyen érzés volt? végül is gyakorlatilag felnőttén nyilvánítani a, a hogy, hogy, elengedni azt, hogy ezt fejlesztetted, volt a következő terv, vagy vágytál-e teljesen más típusú életre? Elégedettséget éreztél -e, hogy akkor, na, akkor, 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 akkor kiszálltam, és akkor most már ennek egy akár anyagi, akár Nem. egy társadalom megbesültség, hogy mi volt az, ahonnan megfogható ez? Hát figyelj, most egy csomó rosszat is felsoroltál volna, hogy éreztem azt, hogy akkor most űr az életem, de meg egy csomó olyan mindenkit, amit most így el tud képzelni, mindegyikre igen a válasz, ezeket egyszerre érzi az ember. De abból a szempontból nagyon jó volt, hogy tehát tényleg így, hát a cég az még nem létezett ugye a 20 éve, de a munka, ami benne volt, az már több mint 20 éves. Tehát a cég előtti kódok még ott bőven futnak a, a programban, meg, meg ilyen megoldások vannak de, de azért így ez egy nagyon kemény munka volt. Tehát nagyon, és az nagyon... Azóta pihensz. És uh, igazából nem nagyon láttam azt, hogyha most, kiderült most karácsonykor, hogy egy, fog még egy gyermekem, és, uh, és igazából a cég, aki megvett minket, a Norbit, uh, Oké, okay, hogy multi, de egyébként ennél jobb multit én nem tudok elképzelni. Azok közül, akiket valaha láttam, valaha hallottam róla. Tehát szerintem nagyon jó helyre került a cég, ez is segített meghozni a, a döntést, mert mégis nagyon sok ember dolgozott rajta. És most nem akarok itt maxista lenni, de azért úgy gondoltam, hogy én is tartozom nekik annyival, hogy, hogy ne egy szívtelen dög adjam el, vagy nem tudom valami ilyesmi. Ez nagyon érdekes. Tehát, hogy egy, volt egy olyan felelősségérzeted a, a csapattársaid, alkalmazottaid iránt, hogy, hogy válasz nekik egy jó, új anyát, apát? Hát persze. Uh -huh. De egyébként, ha most ha most teljesen full önző lettem volna, akkor is azért mennyivel jobb sztori az, hogy még működik, uh -huh. <laughs> mint az, hogy valaki bedarálta, és nem tudom, valaki kapott egy bónuszt valami nem jól megállapított kulcsmutató számra, amit ezzel elősegített, mert ilyen ajánlataink is voltak, egyébként egyértelmű volt, hogy ez lett volna vége. És egyébként nagyságrendileg hasonló ajánlatok voltak, de azokban nem mentünk bele. És szerintem igen, tehát főleg ezért. Uh -huh. Hát aztán igazából szóval ezt a sok mindent, amit kérdeztél, ezt mind, mind egyszerre lehet érezni, uh -huh. de a másik, ami nagyon jó volt, hogy szerintem nagyon jó volt a csapat, tehát így ez az a utolsó menedzsment, az én életemben legalábbis, aki a céghez került, őket emberileg is nagyon szeretem, tehát már most hiányoznak, ugye most nem járok be csak néha, és, és ami nagyon érdekes, hogy biztos egy csomó mindent máshogy fognak csinálni, mint ilyen, de akkor is teljesen bízom bennük, mert emberileg a helyén van a szívük, tudják, hogy mit csinálnak, benne vannak már régóta, értenek hozzá, és jó értékeket képviselnek. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó döntés volt hogy a Grupceótól, hogy, hogy végül is ezt a felállást választotta, szerintem. Úgyhogy emiatt sem aggódom, így igazából elég könnyű, hát most, most elég sok mindent csinálok otthon, ami hát bizonyos szempontból azért egy más jellegű, bizonyos szempontból sokkal kisebb kihívás, de így, hogy komolyan veszem a lassan négy éves kislányommal való viszonyomat, egy, azért bizonyos szempontból meg egy kifejezetten nagy kihívás. Tehát azért sokszor úgy éreztem úgy, hogy egy nap után, hogy ez könnyebb lett volna, ha most ben vagyok a cégnél, és akkor háromszoros probléma tömeg ború rám, mint azt, hogy az akaratát szépen fejlesztő kisgyermekemet most hogyan jutassam el a fogmosásig. De hát most így el sem nem így van. Meg egyébként jó is volt, már szükség is volt rám most otthon, uh -huh. és nagyon jó volt ezt megélni így, így családilag. Hát nyilván megbeszéltük a felségemmel, hogy azért nem fog ez így öregkoromig tartani, hogy biztos a vagyok benne, hogy ez a, ez a klasszikus sorozat vállalkozó azért ott bujkál benned valahol. Hát igen, lehetséges, nem tudom, azt majd meg fogjuk látni. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide, és megosztottad velünk a tapasztalatodat itt a Kapolcsi különkiadásban. Köszönöm szépen nektek is a figyelmet, tartsatok velünk ezekben az üdítő beszélgetésekben, amiket mostantól kezdve innen a Kapocsi stúdióból csinálunk, úgyhogy még egyszer köszi a figyelmet, és sziasztok!